Sosem volt még olyan magas a forintban számított államadósság, mint most. A DK szerint ennek a drasztikus forintgyengülés az oka, amiért egyértelműen a kormány felelős. Az adósság a 2014-es GDP 78%-a, amelynek várható összegét a párt szerint a kormány kampány szempontokhoz igazodva indokolatlanul magasra becsüli. Ha a kormány csak ugyanennek az általa meghamisított adatnak hisz és gazdaságpolitikáját erre alapozza, akkor a baj nagyobb, mint gondolhattuk volna, teszik hozzá. Varjú László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És akkor nem hisznek a kormánynak, hogy mennyi az annyi, hogyha ők azt mondják, hogy 77,9% a GDP-nek az államadósság, akkor azt miért nem fogadják el, vagy önök mit számolnak másként? A kormánynak elég nehéz hinni államadósság számítás ügyében, mert sokszor alakította úgy, amikor éppen kényekedve alakította, vagy tartotta, hogy igazából milyen számokat hoz nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát az jelentette, amikor lényegében a magánnyugdíjpénztárakat felszámolva igyekezett ez a kormány úgy tenni, mintha az államadósságot képes lenne valamilyen módon csökkenteni. Ezzel párhuzamosan viszont egy olyan gazdaságpolitikát alkalmazott, aminek eredménye, hogy az árfolyam az ma a tartósan 300 forint fölé került, és ennek súlyos következménye, hogy az államadósság lényegében egy petákot sem csökkent. Bármit állít a kormány, a bizonyítványa az az, hogy Magyarországon gazdasági válság van, és ezt lényegében ők maguk idézték elő. Hát most a forintnak a gyengélkedését azért kül a gazdasági tényezők is befolyásolják, de nyilván az egy fokmérője mindig minden nemzeti valutájánál, hogy a különböző piaci negatív hatásokra milyen mértékben reagál. Hogy a forint reagál a legnegatívabb, legrosszabb mértékben, akkor nyilván annak is megvan a miértje. Az elmúlt évekből én azt gondolom, hogy sokan emlékeznek arra, azokra a képekre, vagy azokra a mondatokra, amelyeket akár Orbán Viktortól idézve lehet elmondani. Ugye 300 forint feletti euró árfolyama az a miniszterelnök alkalmatlansági bizonyítványa. És az, hogy ez hogyan alakult az elmúlt években, és ugye készültek erről statisztikák, 2002-ig akár visszamenve, lényegében a 2009-es év az egyetlen, amikor azt lehet mondani, hogy tartósan az árfolyam 300 forint fölött volt egy ideig, egész pontosan 34 napig, és ezt követően 2010-től kezdve minden évben legalább egy hónapon keresztül 300 forint felett volt az euró árfolyama. Én azt gondolom, hogy ennek a súlyos következményét látjuk a gazdaságban, látjuk a vállalatoknál, és látják, illetve egész pontosan érzik a devizahitellel rendelkező, mindenesetre vállalkozás, vagy pedig lakástulajdonos. Varga Mihály ma arról beszélt, és itt akkor megint a számok bűvöletébe egy kicsit álljunk így bele. Azt mondta Varga Mihály, hogy a paksi bővítés adósságnövelő hatása nem veszélyezteti azt a célt, hogy az államadósság a következő 10 évben is csökkenő pályán maradjon. Aztán egy másik gondolatában a Fidesz.hu-nak adott interjút. A másik gondolatában azt mondja, hogy az állam 10 éves periódus alatt részletekben évről évre átlagban, mint egy 300 milliárd forintnyi összeget fordít majd a paksi beruházásra. Hát a 300 milliárd az nem növeli, hogyha plusz 300 milliárd kiadásunk van évről évre. Aztán egy másik gondolatában meg azt mondja, hogy maximum 2-3%-ponttal növeli éves szinten az államadóság GDP-hez viszonyított arányát, de ez a növekedés nem veszélyezteti azt a célt, hogy a következő 10 évben is csökkenjen az államadóság. Most akkor veszélyezteti, befolyásolja, nem befolyásolja, vagy ha nem befolyásolja, akkor azt mondjuk én úgy szívesen venném, hogy valaki megmondaná, hogy honnan teremtjük elő azt az évi 300 milliárdot. Azt hiszem ez a legfontosabb kérdés. Bármilyen varázsló mondatok hangoznak el, hogy nem befolyásolja, nem érinti, legyen világos, hogyha 300 milliárd forintot a paksi atomerőmű beruházására kell költeni, akkor nincs lehetőség más, mint hogy az állam a saját bevételeiből azt valahonnét elveszi. Az eddigi bevételeket általában felhasználta. Pluszban beszedi.
akár ez is történhet, és akkor a paksi atomerőmű adót kell bevezetni, vagy pedig oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra kevesebbet kell költeni. Amikor körmondatok helyett, varázsló mondatok helyett világosan és egyértelműen kell szólni, akkor ez így néz ki. Ha 300 milliárd forintot arra költünk, akkor azt egyébként hol fogják megspórolni? Az elmúlt években világosan láttuk, hogy hol spórolták meg. Például a felsőoktatásra költött korábbi, most csak pénzértékén mondom, 200 milliárd forint helyett lényegében csak a felét költi az állam ma felsőoktatásban a diákokra, aminek az a következménye, hogy lényegében a résztvevő diákoknak a létszáma is felére csökkent. És nem lehet, hogy mennyivel okosabbak lennénk, hogyha látnánk bármiféle háttérszámításokat, amelyeket nem láthatunk még legalább 10 évig, mert hogy 10 évre titkosították őket. De ezt az évi 300 milliárd forintot, és ez ugye nem most, tehát nem holnap, vagy holnap után kezdődik ez a beruházás, tehát ennek még van kifutási ideje, nem lehet, hogy úgy számolják, hogy addigra már X év múlva, tanulmányt nem ismerjük, mert titkos, a gazdaság teljesítőképessége már ezt megengedi. Magyarán kitermel ennyit a gazdaság, minimum ennyit, még pluszban jelenlegi állapothoz képest. Ugye ezt két dolog nem támasztja egészen biztosan alá, ez az elmúlt 3 évnek a teljesítménye, mert 2010, 11, 12, 13 években semmilyen ilyen többlet nem keletkezett, amiből ezt egyébként megfinanszírozhatták volna. Tehát ennek a kormánynak a teljesítménye és regnálásának 4 év alatt, annak 3 teljes évében egyáltalán nem keletkezett ilyen többletbevétel, tehát nem lehetett volna ilyet finanszírozni. A második része pedig az, hogy nehéz azt megítélni, hogy egyébként ez a beruházás mennyibe kerül és mekkora az értelme is, de hogyha egy kicsit nem figyelnek oda, akkor pedig sokkal többe is kerülhet akár. De a dolog ez mi az, hogy kicsit nem figyelnek oda? Ugye az ma úgy ítélik meg, hogy az évi 300 milliárd forintba kerül. Egy ilyen projektnél, ha csak a 10%-ával térnek el a végén, ami én azt gondolom, hogy nem egy lehetetlen történet. Hát ez szinte mindenhol így volt eddig, ahol atomerőművet építettek. Akkor már is egy újabb évet áldoz fel a jövőre vonatkozóan, mert ugye ez lett volna a mondandóm lényege, hogyha keletkezik is 300 milliárd forint többlet az adott évben, és legyen akár ez így 2014-ben, akkor ugye tudjuk azt, hogy a következő 10 évben egy forinttal többet nem költünk sem oktatásra, sem egészségügyre, sem másra, kizárólag a paksi atomerőmű beruházását fogja finanszírozni a kormány. És például mikor kezdődik a paksi atomerőmű bővítésének, tehát a bővítése? Hát ha Orbán Viktorból indulunk ki, akkor ugye akkor, amikor ő erről így döntött, de pillanatilag ugye ez a titkosított kategóriában van, és ezt senki nem tudja pontosan. Az első kapavágás mikor? Tehát mert akkor már is jobban tudnánk azon gondolkodni, és nem kéne gondolkodni, hogy nem lenne titkosítva az háttérszámítás, hogy mikorra gondolja azt a jelenlegi kormány, hogy már a gazdaság teljesítőképessége, ha egyáltalán ezt gondolják, már megteremti ezt az évi 300 milliárdot. Igen, ez egy igen nagy kérdés, de tekintetjük úgy, hogy ugye a tervező munkát azt 1 évvel ezelőtt kiírták és elindították. Ha mindez nem lenne valóban titkos, akkor tudhatnánk, hogy ezt mikorra gondolják ők elkezdeni, hogy mikor áll erre rendelkezésre fedezett úgy, hogy azt a gazdaságból azt finanszírozni is lehessen, vagy a gazdaság teljesítőképessége erre lehetőséget adjon. Azt ma én nem tudom megítélni, ez vélhetően abból a gazdaságpolitikából kellene, hogy következzen, amit ez a kormány folytat, de még egyszer hangsúlyozom, az elmúlt 3 évből erre semmilyen bizonyíték és nincs, hogy ezt képesek lennének meg. Igen, én értem, hogy mit mondta, hogy az elmúlt 3 évből nincsen erre bizonyíték, valóban nem láttuk, hogy a gazdaság belenyomott volna az összteljesítménybe évi 300 milliárdot, vagy annál többet. De nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 3 év erre a gyanúra ad indokot, hogy ezt így nem lehet tartani, ezeket a számokat, ez kiviszi a költségvetésből. De miért? Hát honnan tudjuk, hogy ez a 3 év, ez 3 év múlva, vagy 6 év múlva ugyanilyen 3 év lesz, vagy ugyanilyen év lesz? Igen, ez, mert nem tudjuk, hogy mikortól számít. Csuk azt, hogy nekünk ennyit kell költenünk. Igen, így van. Én még az elmúlt 3 évhez még egy dolgot tennék hozzá, még ott van egy olyan szám, ami azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, ami nem jelenik meg, azt gondolom eléggé határozottan a szakmai nyilvánosságban sem. Azzal, hogy a magányugdíjpénztárak megszűntek,
mindaddig, amíg működtek, addig évi 500 milliárd forintot a költségvetés erre tett félre, és ez a megtakarítások mellé járt azoknak, akik, annak a 3 millió embernek, akinek magánnyugdíjpénztár megtakarítása volt. Ez az 500 milliárd forint, ez most elfogyott. És ezt felhasználják. Ugyanúgy rendelkezésre áll gyakorlatilag a költségvetésben, de miközben csökkent az egészségügyre, oktatásra felhasznált rész, eközben tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy stadionra, meg sok minden másra elköltötte ezt a kormány. Tehát nincs olyan forrás, amiből például ezt a beruházást lehetne finanszírozni. De ez a 3000 milliárd forint, ez egy óriási összeg a magánnyugdíj vagyonról, amiről beszélünk. Igen. Ma írta meg pont az Államadósságkezelő Központ legfrissebb adataira hivatkozva a Népszabadság, a Világgazdaság, hogy összesen ebben az adósságcsökkentő alapban 16 milliárd forint maradt a novemberig, a 3000 milliárd volt. Tehát gyakorlatilag majdnem az egész kész, vége. És mi van az egyéni számlákkal, mi van azzal, azzal a várt, elképzelt jövőbeni tervvel, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy ez az összeg nem vészel, csak átalakul, és majd, ha nyugdíjas lesz, akkor valamilyen formában megkapja. Lehet, de honnan? Hát nincs meg ez a pénz. Így van. A 3 millió embernek jogos ez a kérdése, és ezek az emberek nem kapnak választ ettől a kormánytól, mert lényegében az történt, hogy ezt a 3000 milliárd forintot, ezt mintha kivitték volna az udvarra, lelocsolták volna benzinnel, és elégették az egészet. Mert az eredeti cél és a hivatkozás, hogyha még visszaemlékezünk rá, akkor az volt, majd itt hogy jó kezekben lesz, megmentik a nyugdíjakat. A jó kezeken túl még azt a célt is szolgálja, hogy az államadóság ettől jelentősen csökken. Ehhez képest ennek az ellenkezőjét látjuk, lényegében egy forinttal nem csökkent. Ebben persze természetesen benne van az is, az említett euró árfolyam, amivel nem csak az államadóság mértékét befolyásolják, hanem sok százezer emberét, ahol a devizahitelek kapcsán lényegében a kormány nem tett semmit az ő érdekükben, ott hagyta őket a pászban. Hát most a forint ingadozás miatt az biztos, hogy a devizahitelek is elég rendesen ingadoznak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.